Sziasztok! Újabb update érkezett a C2 bétához. Először is a DASZ 2-t lecserélték Mirázsra, úgyhogy most már csak ezen lehet játszani. Kiadták a műhelyhez tartozó eszközöket, amivel a pályakészítők és a skin készítők babrálhatnak. A legfontosabb dolog talán az új loadout rendszer. Egy meccsre 15 fegyveres loadoutot készíthetsz mindkét oldalra. Ebben benne van a kezdőpisztolyod, 4 egyéb pisztoly, 5 mid-tier fegyver, amik az SMG-k és a nehéz fegyverek, és 5 darab puska. Ennek persze mindenféle implikációi vannak, ami jó, hogy nem kell választanod, hogy M4A1-essel, vagy M4A4-jel szeretnél játszani, mert mindkettőt betelted. De ha 5 puskát kiválasztottál, akkor már lehet, hogy az autósznajperekre nem lesz helyed. Ez mondjuk nem katasztrófa. A kellemetlen rész az, hogy hiába van 34 fegyver a játékban, bármelyiket nem veheted meg. Csak azt, ami a loadoutodban benne van. Azt hiszem nekem az ideális felosztás az az, hogy van egy abp m meg van a két M4-em, egy FAMAS-om és max egy augom, mivel én scoutot nem nagyon szoktam használni azok, akik használnak scoutot is, elgondolkodhatnak, hogy az AUG vagy az egyik M4 helyére rakják majd be. Pisztolyoknál könnyű a döntés, mert ott a négy bőven elég. Mit ír fegyvereknél lehet még probléma, de mondjuk annak örülök, hogy külön helyet foglal a negev, úgyhogy kevesebb ember fogja valószínűleg betenni magának. Már igazából van rá hely, mert nincs szükség háromfajta SMG-re, meg kétfajta shotira. De ami még változott, hogy amíg a buy time megy, addig el tudod adni a fegyvereidet, ugyanúgy, mint Valorantban. Nem baj, hogy a vásárolsz, nem baj, hogy elszámoltad magad, vagy hogy ki kéne gazdálkodni egy társadnak egy másik fegyvert. Tudsz még változtatni a vásárlásokon. Ezen kívül hozzányúltak a szabtik rendszerhez is, állítólag a mozgás kicsit más lett. Ezt egyelőre még nem tudtam tesztelni. A mirázs amúgy nem lett rossz. Nekem egy kicsit világos, nagyon letisztult, és ez annyira nem tetszik. Ettől függetlenül az az előnye megvan, hogy nagyon jól lehet rajt látni az ellenfeleket, és tényleg alkalmas kompetitív játékra. Érdekes változtatás mondjuk, hogy a csati palánkén mellett el lehet lőni, anélkül, hogy kirobbantanád az egészet. Cségóban ugye ez nem így volt. Nekem egy dologra hívták fel a figyelmemet, hogy változott virázson, és ez az api. Régen végig lehetett távépézni, api végétől egészen az under lépcsőig. Most ez a szüge eltűnt. Jóval bejebb kell menni apiba, hogy mélyen belássál. Nem óriási nagy változtatás ez, de azért megnehezíti majd a CT dolgát bizonyos helyzetekben. Még egy kis érdekesség, hogy a csirkéket, hogy elkapja a molotov, sűrű csirkék lesznek. Kis változtatást eszközöltek a smokokon is. A high gyorsabban fejti ki a hatását. A shotik lövései sokkal inkább eloszlatják a füstöt, mint eddig. Elindult a Vats Live is. Úgyhogy mostantól tényleg, hogyha csalót észlel egy meccsben, akkor az a meccset azonnal leállítja és a csalót kibannolja. A vezetésképpen pedig itt van, hogy hogyan kell dobni a Windows smoke-ot álljatok be ide a kuka mellé, célozzatok az adott pontra, nyomjátok meg a jobbra oldalazást, és ugrás dobással dobjátok el a gránátot. Ez a füst beesik moziba, és nem kell aggódnotok a közép miatt. Van egy alternatív módja, hogy meg lehet dobni ezt a füstöt, ugyanúgy a kukához kell állni, becélozzátok ezt a kis részt a korláton, és simán ugrásdobással eldobjátok a gránátot. Ez fel fog pattanni arra a kis peremre, ami az ablak alatt van, és ugyanúgy elfüstöli a nagy részét a mozinak, és alap esetben nem mögül se lehet kilátni. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet. Arra még kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az a 15 fegyver, ami bekerül a loadoutba, és mi az, amit kihagynátok.